Sziasztok, itt aludtunk egy mezőn kialakított parkolón. Mindjárt mutatom a parkolót is. Nézzétek meg, mi van szemben. Hangárak. Itt egy reptér van, de azt hiszem a Royal Air Force-nak a reptere. Amúgy itt aludtunk, itt vannak a többiek is. Reggel úgy volt, hogy elmegyünk, már korán reggel egy piacra, de reggel kinéztem, és olyan volt, mint egy felhőben lennénk. Nagyon ködös volt, és nem esett, hanem mintha beleléptél volna, mondom, egy felhőbe. Kijöttünk egy vasárnapi kirakodóvásárba. Elvileg délig vannak, de lóg az eső lába, úgyhogy már elkezdtek összepakolni az eladók. Nekünk az is sikerült venni 3 darab ilyen kis műanyag edénykét. Ez kell majd a lakóautóba nekünk. Megérkeztünk a Bubble Car Múzeumhoz. Bejöttünk a Bubble Car Múzeumba. Ez a buborék autó, tulajdonképpen annak idén ezt az olaszok találták ki, aztán a németek átvették, majd az angolok is csinálták. Ki csinálta legelőször, abban nem vagyok biztos, de hát azért ez a kilincs például. Érdekes mód. Nem variálták túl. Meg egy hétre és egy pár napra mindent is bepakolunk, ott nem variálták túl. De elmentek egy bőröndel. Az ablaktörlőt sem variálták túl. Ennyi. Ha esetleg valakinek óhaja volt balkormányos autót venni, elő volt készítve az ablaktörlő itt is. Ez 3 kerekű volt. Igen, csak 3 kereke van. Elő van ugye 2 kormányzott, és hátul van 1. Ez egy Messerschmitt gyártmányú kis jármű. Levehető vászontetővel. Hát itt sincs túl variálva a dolog. Az a kép ott hátra szerintem olyan munkagép látod, vagy én nem tudom azt. Hogy... Ja, hogy igen. Ilyennel is jártak az emberek az utakon, azért ez furcsa. És itt az eredeti buborék autó, ugye így nézett ki a legelső formájában, és ugye ezt fejlesztették különböző formában tovább. Azért megfigyeltő a elefántfül ablak, ami ma kis poszkén is tovább ment. Ez itt mit? Felemeltet, hanem jó helyen volt? Hogy... Szerintem ez csak egy ilyen... Ezek? Igen. Hát ilyen... Mint most a terepjárókon szokott lenni a vadrács. Ez az volt ilyen védelmi dolog. De ez már a BMW Isetta. Ez már nagyon rossz. Ez pedig a Messerschmitt. Ezt a németek csinálták. Tényleg, mint egy ilyen balászrepülő. Én meg előre arca van. Igen, nem tudom, kis arca lenne. Kis béka. És mint látszik egyébként, rendszáma van, tehát ez forgalomba volt helyezve valaha. Itt egymás mögött ültek az emberek. Buborék autón pedig egymás mellett már amennyiben elfértek. Nem az elhízott emberek autója volt, az tény és való. Ez egy Lambretta 150-es. Emberek annak idején nem variálták túl. Bepakolták az asszonyt az oldalkocsiba, és irány a tengerpart. Különböző korabeli szobák és lakások vannak berendezve. Annak idején így akadtak az emberek.
így nézhetett ki a nappali. És itt van egy modernnek számító tetőablakos. Trabant. Házra bevágó tetőablakkal. Rengeteg korabeli termék van kiállítva. A velem egykorúaknak nagyon ismerős lehet még az ómó. Az nálunk is elterjedt mosópor volt. Sajtreszelő, mentem a nagysága. Sajtreszelő. Olyanok voltak. Igen. Ajax. Ja, és kérlek szépen, ott meg lehet nézni, nem tudom, annyira látszik a videón. Mágneses ablakpucoló. Tehát föltaláltuk ismét a múltat. Piknik készletek összecsomagolva két főnek, illetve akár 4 vagy 6 főnek is. Itt már nagyobb autók vannak. Itt már kicsit modernebb, nagyobb autókat lehet látni. Ez a Prince nevezetű. Ugye itt már hátul volt a motor, ebben azért el lehetett férni, és akár már rádió is volt benne. De az egész múzeum nagyon érdekes egyébként. Rengeteg érdekesség van. Ez a Prince. Ez nagyon szép állapotban meg van egyébként őrizve. Szerintem ez még menne is. És ebbe is volt már rádió. Csak hogy az ember ne unatkozzon a vezetés közben. Illetve itt meg csináltak valamilyen őrült autót szerintem, mert hátul lehet valami olyan komoly motor, sportülések vannak benne. Nem, most biciklizek. Itt már egy nagyon komoly sportautónak kinéző jármű látható. Versenyző kesztyű az ablakba. Illetve korabeli biciklik. De ami nálunk mindent visz, az az összecsukható lakókocsi. Van látvány, tábortűz, kempingszék. Mert ugye, mint látszik a fenyőkből, az erdőben vagyunk, éppen kempingezünk. Kempingkészlet. Nagyon komoly. Vera éppen efelől, a zöld autó felől kérdez. Ez is háromkerekű, tehát nem tudom, stabilitás hogy oldották meg három keréken, hogyha ilyen idézőjelen sportos kinézetű autót csináltak. De látszik egyébként a sportautó jellemzője, hogy nagyon hosszú motortér, és egy picike kis fülke van. Két személye, hát beütött ülni esetleg még egy ember oda hátra, bár inkább csak a csomagot pakolták szerintem. Itt is nagyon régi autók vannak kiállítva, és ott a háttérben, nem tudom mennyire kivehető, egy Citroen kacsa, ugye a 2CV, illetve ez megint egy Pamukárnak a héja csak, illetve itt egy korabeli garázs látható, amint éppen restaurálnak egy mini autót. Newbury Brothers Garage. És a garázs mellett az elengedetlen benzinkút. Azért azt hozzáteszem, hogy régen akkor elég volt ekkora garázs, ekkora autóknak. Igen. Manapság már 4 állásos műhelyekkel. És van egy kis motorkerékpár, de van bicikli pedál rajta. Illetve 2 ütemű olaj. És ismét egy nagyon érdekes dologhoz jutottunk el. Ezt úgy hívják, hogy Sinclair C5.
tulajdonképpen egy elektromos bicikli, ha úgy vesszük, ugyanis elektromos rásegítés volt a pedálozás mellett. És az embernek a térde alatt volt a kormány. Így kellett biciklizni vele. És írják, 250 wattos elektromos motor volt benne. 20 mérföld, az 32 kilométeres hatótávval, és egy 12 voltos akkumulátor hajtotta, vagyis egy segített a hajtásban. Érdekes járműket találtak ennek idején. Ugye mindig mindre jövőbe próbál mutatni, ugyanúgy, mint ez a mellette lévő autó is. Itt pedig az 50-es évek divatját láthatjátok. Elegáns ruhák. Nagyon jól néztek itt a nők. Kalapok. A kalapok olyanok voltak, mint valami parókák. Tollas kalapok. A táskák nem baj, hogy kicsik voltak, hiszen nem kellett belerakni telefont, meg semmilyen kütyüt, csak esetleg a cigarettát, zsebkendőt, lakáskulcsot. Vettem a kamerát ismét Verától, és itt pedig a tulajdonképpen egyik legmodernebb jármű látható az itteniek közül, én azt gondolom. Ez egy Piaggio Ép 50-es, és ennek a kicsit modernebb változatát szerintem a mai napig használják Olaszországban áruszállításra. Tipikus háromkerekű olasz áruszállító kis platóval. Van bent egy pad, be tud ülni az ember, és egy tipikus, nem tudom, látszik a videón, robogó kormány van benne. Tehát az első kereket kormányozza az ember, és tulajdonképpen egy robogóra épített fülke van, és hozza a plató. És ezt a mai napig szerintem az országban rengeteg helyen használják. Nagyon praktikus, keveset fogyaszt, kis helyen elfér, és ott a szűk olasz kis utcában nagyon jó közlekedési eszköz. Ebben a kirakatban különböző elektromos dolgok láthatók. Elektromos ágymelegítőt is láthattok. Mikor év ez? Ez előbb az 50-es évek. 50-es, 60-as évek. Illetve rettentő dizájnos karácsonyfa izzósor. Hát tetszik is nekem. Most nem is, azért hangulata van. Hangulata van, igen. És már az Osram akkor is volt, és izzókat gyártott. Mini. Mi ez? Lemez lejátszó. Ja. Növények a bútortatén, minden az ismerős. Mini vasalók. Az mire volt jó az a picike, az a piros? Zoknit vasalni, nem tudom. Elemlámpa borotva, ott vannak a régi rádiók. Lemezjátszó, illetve hajszárítók. Hihetetlen, hogy ezeket mind megőrizték abból az időszakból. Ez már kicsit modernebbnek tűnik. Ronson Escort 2000 hajszárító. Ó, föl lehetett tenni ugye a fejére. És mint egy ilyen kis táska vitted magaddal. És szállított a hajrat menet közben. Beszarásni nem voltak régen. Itt van ilyen férfi részleg következik. Borafálkozás, ilyesmi. Ott lent, nézd csak. Ott vannak ilyen... Fogalmam nincs, mik ezek. Ez nem borotválkozás szerintem. Nem tudom, az a sótart. Itt láttam egy ilyet, ez hajvágó. Igen. Akkor ez a hajvágás, bajuszápolás, meg ilyesmi lehetett. Meg minden, amihez nem értünk. Na jó, van, menjünk tovább. Itt ismét női táskák vannak. Abból a korszakból, és különböző korabeli edények. Itt a következő érdekesség.
Ez egy francia gyártmányú Solito nevezetű kis jármű. Hasonló, mint a Piaggio, épp csak még kisebb. Mondjuk ebben kormány volt rendesen. Két ülés, és hátul a plató, illetve a leírás alapján ezt néha még átalakították lakóautónak is. Megkérdezitek, hogy hogy fértek el ebbe az emberek aludni. És ennek külön érdekesség ennek az autónak, hogy itt van benne egy korabeli parkolási engedély, illetve a Gitán és a Gloire cigaretták. Érdekességképp én olyan dohányoztam annak, én még ezt a Gloire nevezett cigarettát még Magyarországon szívtam is. Abban az időben is fontos volt az idő, úgyhogy itt mindenféle órát láthatunk. Hát, ami hasonló még talán. Nekünk is volt annak idején nagyon-nagyon régen. Érdekes, hogy ezt azt írták, hogy ez a Bubble Car Múzeum, de itt van rengeteg korabeli dolog, mint például kamerák. Sajnos itt nem még a neon, csak mint látjátok, néha-néha villog. Tehát ezt nem nagyon tudom fölvenni nektek. De itt sokkal jobban visszaadja a hangulatot. Így a kocsiknak is, hogy milyen volt akkor az élet, filmvetítő. Ismét egy nagyon érdekes járműhöz jutottunk el. Ez valamilyen motorral hajtott ilyen... Nem mondom, mozgássérült szék lehetett, de minden esetre érdekes volt a felépítése. Innen lehetett beszállni, beülni rendesen úgy, mint egy székbe. A kormányt maga elé húzta az ember, és lehetett vele menni. Itt, hogy elnézem, azért már volt motor, ez legalább 105 köbcentis is, hogyha nem nagyobb. És ezzel lehetett közlekedni, gondolom, a városban. A vitrínbe rengeteg Citroen kacsa különböző formátuma van kiállítva. Ugye ez nagyon jellemző volt a korabeli közlekedésre. És ez egy nagyon korszerűnek számító autó volt annak idején. Aztán a másik vitrínben itt vannak a Piaggio Ape modellek, illetve a Double Car modellek. Még rendőrautó is volt a BMW Z-tából. Na, ez aztán setup. Még lakó kocsist volt mögé kötve. Így néz ki hátulról, ott ült egy ember benne. Ó, és hát a elmaradatlan Trabant. És a számunkra ismeretlen típusú és márkájú járművek, amik itt szintén ki vannak állítva. Azért egy ilyen kis kábrióval a olasz rivérán végigurulni manapság lehet, hogy mindenkinek leesne az álla. És még mai napig kívánatos szerintem. Itt egy BMW Isettát láthatunk ezen a fényképen. Három férfi Google mellette, tehát azért el lehetett képzelni, mekkora volt ez az autó. Ezen a képen is látszik az úgynevezett Bond Bug, hogy a 70-es évektől 2005-ig milyen fejlesztéseken ment keresztül. Följöttünk a felső emeletre, és az ajtón belépve egyből sokkot kaptunk, hogy mi ez a motoros telefonfülke itt. Ez egy 50 centis autó, motor, robogó, nem tudom mi volt. Aha, tehát egy robogó köré építettek egy ilyen műanyag bódét, vagy nem is tudom, minek hívjam. 45 km/h
maximummal tudott menni, közlekedni, és 49 köpcent is volt. Igen, hát 45 centis robogó. Rá kellett ülnöd középre, mint egy motorra, igen. És akkor két oldalra beültetett melléd mondjuk két ember még, hogyha kicsit soványabbak voltak. Hát azért három ember oda beült, 50 köpcenti, mondjuk egyenes talaj, biztos elvitte A-ból B-be mondjuk, a közérbe kibírta szalad, nem esett az első. Nagyon komoly járművek vannak. Itt ilyen kis 50 köpcentis járművek különböző verziói vannak, ez kicsit ilyen beachebb, tengerpartra valóbb fajta, ez inkább kicsit terepjárósabb. Érdekes, hogy ilyen műanyag dobozokat raktak a járművekre, illetve a robogókra. Na, ez például egy Ligier, ezt a nevet már hallottam valahol, bár ne kérdezzétek meg, hogy hol. Na, de ez két üléses, már kormánnyal mindennel. Ez szafari autó volt, most nézd fel, hogy úgy néz ki. Igen, én kicsit ilyen terepjárós jellegű. Land Rover előttes. Itt ismételten motorkerékpárok láthatók, és ott egy Tomos nevezetű jármű. Hát ehhez hasonló motorkerékpár, ami nekem is volt, mondjuk azt Jávának hívták már. Ismét egy nagyon komoly érdekesség, a rózsaszín párduc. Ez egy rendszámos jármű, tehát annak idén közlekedett az utakon. Szinte egy 50 köpcentis robogó motor hajtja, és egy ilyen műanyag testet vagy karosszériát csináltak neki, és mint látszik, ott lehetett beszállni, tetőt kellett főhajtani oldalra, és akkor lehetett beülni az ülésbe. Itt ismételten ilyen kis járművek, nem tudom, minek nevezem ezeket, Bambinak hívják, mint a felirat is mutatja. Ez szintén egy 50 köpcentis robogó, egy ülés, és van körülötte egy műanyag karosszéria. Ennek is itt az oldalát lehetett főhajtani, az ember beszálljon ilyen Lamborghini-sen. Szintén, wow, ez pedig a beach verzió. Itt csak az ember beugrott, egyik ember vezetett, itt van ugye a motorokról ismert kormány megoldás. És pedig biztonsági öv is van rajta. Hát ezzel még mai napig lehetne csapatni a tengerparton. Korabeli járművek közül elmaradatlan a Vespa. Ugye ezek is 50 vagy 105 köpcentis robogók. Ez pedig a Vespának egy angol koppintása. Ők is megpróbálták. Hát, ha lesz akkora sikere, mint a Vespának.
Itt amúgy lehetne sátrazni, meg lakókocsival, lakóautóval is jönni, csak előre kell ezeket mind lebeszélni. Nagyon sok hely van itt, nagyon hangulatos. Mindjárt hátra megyek, és akkor megmutatom, hogy ott milyen a helyzet. Amúgy úgy láttuk, hogy nekik be lehet menni, használni a WC-t, a zuhanyzót, úgyhogy azt pontosan nem tudom, mennyi az ára egy kemping helynek, egy éjszakára, de megéri, megéri a kis múzeum is, viszont a múzeum az, mindjárt mutatom, 10-től 4-ig van nyitva, de csak péntek, szombat, vasárnap. És nem mindig vannak ilyen lehetőségek, hogy elmenjél kocsikázni. A múzeumban láttam egy képet, és nem gondoltam, hogy hamarosan az én és a ti szemeitek előtt ez meg fog valósulni. Mindjárt megtudjátok, hogy mire gondolok. És még mielőtt Zoli visszaérne a kocsikázásból, előtte engedjétek meg, hogy bemutassam, hogy miről fog szólni a következő videó. Először is elmentünk Boston városába, de ott nagyon rövid időt töltöttünk, éppen hogy berohantunk az ottani templomba, és már mentünk is tovább. Aztán szinte a véletlennek köszönhetően találtunk egy második világháborús múzeumot. Kicsike volt, de nagyon felszerelt, és nagyon segítőkészek voltak az ott dolgozók. És most megtudhatjuk, milyen az, hogyha egy autószerelőt kocsikázásra visznek. Igen, mint sejthettétek, ő nem csak élvezte a kocsikázást, hanem rögtön kihallotta, hogy mi lehet a probléma az autóban. I definitely think if you remove, I think it has a drum brake, yeah? Yeah, but I've had this jack, very jacked up and I spin without making a noise. Yeah, but if you remove the wheel and the drum, the big drum, you will see definitely. I know because I'm a mechanic. So, if you remove the drum, you will see something less touching. És itt az a kép, amire gondoltam. Megelevenedett előttünk a múzeumban látható kép. Tartsatok velünk a következő részekben is. Sziasztok!